A himnusz közös éneklésével kezdődött a nyugdíjas egyetem diplomaosztója. Ezúttal az egyetem auláját töltötték meg a szépkorúak, akiket Schmidt Rezső, a házigazda, mezőgazdasági és élelmiszertudományi kar dékánja köszöntött. Köszöntöm a harmadik évfolyamot elvégző hallgatókat, akik a mai tanácsülésen veszik át diplomájukat. Ünnepi kari tanácsülésünket megnyitom. Iváncsics János alpolgármester a társszervező önkormányzat nevében köszönte meg a nyugdíjas egyetem hallgatóinak kitartását. Én remélem, hogy új ismereteket tudtak elsajátítani ez alatt a 3 év alatt, illetve most ebben az utolsó évfolyamon. Szándékunk szerint ezt szeretnénk folytatni, és további érdekes előadásokkal szeretnénk meglepni Önöket. Szeptemberben szeretnénk, hogyha újra tudna indulni az Önök támogatásával ez a rendezvénysorozat. Az egyetem részéről Varga Zoltán koordinátor ismertette a nyugdíjas egyetem főbb adatait, hangsúlyozva fontos dolgok a számok mögött vannak. 2011 őszén 361 hallgató iratkozott be az első tanévre, ez a következő évben 397-re nőtt, az idei tanévünknek pedig már 436 hallgatóval vágtunk neki, azaz 2 év alatt több mint 20%-kal nőtt meg az érdeklődés előadásaink iránt. Színvonalas előadásból egyébként a tavalyihoz hasonlóan idén is 9 volt. Ezúttal a hallgatók nem tudományos népszerűsítő előadást hallgathattak meg, hanem Cseh Dóra és Takács András muzsikájában gyönyörködhettek. A szépkorúak egyenként vehették át diplomáikat, majd Schmidt Rezső beszédében kiemelte, ismereteket szerezni minden életkorban lehet, sőt, a mai felgyorsult világban kell is. A nyugdíjas egyetem mozgalom Angliában indult, az alapítók szándéka szerint azért, hogy az életet kitágító és megváltoztató lehetőséget nyújtson a résztvevők számára. A foglalkozásokon úgy, ahogy itt is, a nyugdíjas vagy résznyugdíjas emberek összejönnek, hogy együtt tanuljanak, nem a képesítésért, nem a bizonyítványért, bár most ugye azért is azt vettük át, hanem a saját épülésükre, azért, hogy megosszák egymással a felfedezés örömét. Ahogy a fiatalabb egyetemistáknál szokás, úgy itt is köszönetet mondtak a diákok az elmúlt időszak előadásaiért. Nekünk ez élmény volt. Szinte vártuk azt a napot és órát, amit figyelemmel hallgattunk, és feltöltődhettünk a következő előadásig. Köszönet érte! A nyugdíjas egyetem a tervek szerint folytatódik. Az utolsó előadást, valamint a diplomaosztót hamarosan láthatják itt, a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban.